Sziasztok! Az utóbbi a kocka játékban, és azúttal egy utolsó videót láthatok az Assassin's Creed 3-ról, amelynek az egyik nagyon fontos újítását láthatjátok, ami ingyen más, mint a hajócsatát mióta, amiben láthatok egy tutorial részt, illetve egy action race ebben a videóban. Ami nagyon tetszett elsőként, és ezt látni is fogjátok mindjárt ebben a hajózásban, az nem más, mint az irányítás van, ami iszonyatosan jó lehet irányítani. Tehát a Total War-ban, Shogun 2-vel, az Empire Total War-ban szerintem sokkal nehezebb volt, és sokkal kevésbé volt élménydúsabb egy hajó irányítása. Most konkrétan a kezelésére is gondolok, tehát a billentyűzeten való egyszerű kezelhetőségre, illetve arra, hogy milyen élvezetesen lehet irányítani a hajót, milyen látványos az egész, milyen hangulatos az egész millió, és a környezet is körülötte. Na és a legénység. És az is, hogy él a legénység, még hogyha sokszor láthatóan ismétlődő mozgások animációkkal, de akkor is lényeg az, hogy mozog és él. És ezen kívül az is tetszett, hogy a kamera is font úgy volt megoldva, hogy így úgymond középen volt a kamera, de nem teljesen úgy, mint a szimpla szárazföldi TPS nézetekben, hanem így a hajónak megfelelően, és emiatt mindent lehetett látni balra, jobbra, előre, nagyon élvezetes volt vele menni. És maga az irányítás pedig, mint mondtam, nagyon jó, egyszerűen közelhető. Ami jó még alatta, hogy ugyanúgy megy a legénység. Sok filmben is felelős szövegelése és éneklése. Ezeket a kalózos filmeket idézve, amik régebben, főleg a Karib-tenger kalózai kapcsán jellemzőek voltak, de most meg annyi játékban is előre előjön a kalózos téma. Hát az új részben még inkább. És tehát a hangi zene is ehhez igazodik, ez a nagyon jó hajós tengerész játékmódhoz. És látjátok, most is mozog a nagyon sok tengerész, amiatt olyan élethű is, elvel tudjuk teljes vitorlázatot behúzni. Először, ha egyszer nyomjuk, akkor még csak fél vitorlázat van, majd ha még egyszer, akkor teljes, akkor láthatjuk, hogy mindig a legénység teszi is a dolgát. Q-val pedig megállíthatjuk a hajót, illetve visszavehetjük a vitorlákat egy vagy két szinten lejjebb. Ennyire egyszerű igazából az irányítása, és hát a balra jobbrával pedig ugye a kormánykereket tudjuk használni. Tetszettek a tanácsok is, amiket a kapitány adott. Egy kicsit elsőre furcsa egyébként, persze történt valamit és magyarázza, de akkor is nagyon furcsa, hogy Indiában ilyen könnyedén megbíznak itt a hajónál. Meg hát, hogy minket erre tanítanak, ez kicsit furcsa. Érdekesen jön neki. Elsőre, de aztán megszokja az ember, akkor már nem gond. És a fizika is egész jó. Főleg tetszett a tenger megvalósítása, amely általában négyben még sokkal jobb, még 3D-sebb, így fogalmazok, mert általában sokszor a tenger csak egy 2D-s placsnyi volt régebben a játékoknál. Itt nem ez a helyzet. Itt végre ilyen 3D-s hatások vannak, már úgyhogy sokkal hatásosabb. A hangzásvilágon említettem tényleg újra csak tökéletes, és ez nem csak ugye az alapjátékban úgymond, tehát a szárazföldi költéseknél, hanem itt a hajóknál is dívik, sőt itt még jobban jellemezhető a Superlativus kifejezéssel a hangzásvilág. Tetszett, hogy főleg a tutoriálnak később is előjön az, hogy nem csak a hajókat kell lőni, mint a legtöbb mondjuk hasonló játékban, lásd Total War, nem csak az a lényeg, hanem tényleg navigálni kell tudni, illetve az akadályok között és a szorosokban előre kell menni, navigálni kell, ahogy össze akadjunk egy-két ciklával, vagy akár már a part sekély részével, erre is figyelmeztet minket a kapitány. És ezen kívül sokszor a szélre is vigyáznunk kell, ez is nagyon átjön. Aztán láthatjátok is most, hogy fújja meg annyira a szél a vitorlákat, ilyenkor természetesen legalább egy szinten, de akár nagyon drasztikus esetben egy pillanatig, akár nulladik szintre úgymond le kell vinni a vitorlákat, tehát gyakorlatilag meg kell állni, ha nagyon-nagyon biztos a helyzet. Úgyhogy figyelni kell erre mindig, mert a szél az nagy galibákat fog okozni, kibillenthet a
egyensúlyból, és szó szerint is. És ez nekem tetszett, hogy erre is figyeltek. Illetve ki kell kötni, akkor meg kell teljesen állni. Már sokszor a játék oly szkriptelt itt is, hogy hiába írja ki, hogy állj meg, vagy sugalja. Na, nem tudsz megállni, mert jön a cutscene az átvezető videók sora, és ennyi. Tehát ez egy kicsit idegesítő, hogy ide is befurakodott ez. Tehát mintha az Assassin's Creed 3 nem tudná megélni bevágások átvezető videók nélkül. Szerintem minden tizedik percbe kell valami. És ettől túl filmes lesz, ami ugye nem baj, de egy határon már ne legyen filmes, mert hát végülis játékról van szó, játszani szeretnék, nem bevág. És ez az 1-2 ennyire nem volt jelző, ott ha volt egy cutscene, akkor tudtuk, hogy vége egy fejezetnek, hogy valami itt fejezeteken belül 50 trillió cutscene van. Ez az idegesítő, valljuk be. De ezt már említettem részben ugye a szárazföldi küldetésekkor az előző videóknál. Na most pedig láthatjuk a napszak változást, ami sajnos nem real time, de esetre legalább megtörténik. És most fogjátok látni konkrét harci részt, legalábbis az első részét, amikor is csak tutoriálként egy-két szinte roncshajót kell megölni, vagy letámadni, idézőjelben megölni, letámadni, és elpusztítani. Majd pedig egy teljes fegyverzetben lévő angol, pontosan brit hadihajót. Egy kicsit egyébként, ha az irányítást eddig dicsértem, most egy kicsit szapulnom kell, ugyanis a támadásnál, amikor az ellenséges hajót támadjuk, egy picit nehézkesebb az irányítás, nehéz célozni, legalábbis egyre is billentyűzött el, tehát megint az látszik ennél az apró résznél a támadásnál, hogy erősen konzolra lett optimizálva a játék, és főleg ugye képpadra, most van joystickra. Úgyhogy egyébként lehet is, hogy később be fogok legalábbis a 4-re már biztos, hogyha ezt a területet folytatták, és ott ugye még több hajózás lesz, akkor lehet, hogy beszerzek majd egy joystickot, de hát azért nem olyan olcsó 10.000-15.000 forint a joystick, ami már egész jó, de lehet akár még több is. Én nekem az meg kicsit drága, egy plusznak, mert ha úgy nézzük, ez egy plusz, tehát a PC-hez ne kelljen, PC-hez ott az egérisebb billentyűzet. És a PC az amúgy is oly drága a fejlesztések tekintetében, és elég gyakran kell ezt megtenni, ne kelljen hozzá képpad. De azért véleményem, de sajnos erre köteleznek. A legtöbben is csak azért vesznek meg kötelező, egyébként nem mennék értelemszerűen. Na, itt láthatjátok most a... amit említettem, hogy a roncshajó célzási gyakorlatként elpusztítva. Majd pedig utána a brit hadihajó következik, amely nem esélyeztetetlen, viszont elég erős harc volt vele. És láthatjátok is néha, hogy nem találom el, bár azt mondja, hogy nem találom el, de fizikailag úgy látszik, hogy eltalálom, tehát itt valami nem stimmel, szokták ott mondani. Lehet ez is egy bug volt, vagy én nem tudom. Azt tetszik, hogy a lövésnél is elég jó a fizika, illetve részletes, és hát látványos. És a kamera is pont úgy van megoldva, hogy azért a lényeget lássuk, tehát nem fogjátok eltéveszteni ezért a célt, max. Egy-kétszer fogtok kibázni esetleg, de végül elfosztatjátok azt a fránya a roncshajót. Tetszettek a füst, a ködefektek, és látjátok a víz is, ahogy hullámzik, azt is lehet látni elég jól. Fontos megjegyezni, amit most fogtok mindjárt észrevenni, hogy van egy ilyen kézi ágyú, amit szinte elég nehéz irányítani, egérrel is billentyűzettel, mert sokszor kicsit félre megy a jelző, és akkor már nem találjátok el. Ennek ellenére azt kell mondjam, hogy jól lehet kombinálni a kettőt. Tehát azt a nagy fehér részt, amit láthatatok, az egész tenger alatt itt van, azok a fő ágyuk az oldal lána hajónak. A másik pedig, ugye, amit teszem elve, vagy mivel is kell, mert hiszem jó gombbal, az meg az egyéni becélzott ágyú, az a pontosabban nem célozni, de nehezebb irányítani még a fő ágyuknál is. Angol pedig továbbra is tökéletes, látjátok, jól illik egyébként a mostani kis küldi ez az a nap felkelte, vagy naplemente, sose, nem szerintem naplemente van szerintem, ugye? Igen. Na, ezt látjátok, ez a sima, ez a fehér jeles, a sima, nem is tudom, 5 vagy 6 löveges, ágyus támadásunk a hajó oldaláról, és van a célzott,
mert ugye elvel vagy önbombal tudunk megcsinálni. Most pedig jön a brit fregat, egy kicsit viccesen megint egy ilyen bevágással, amikor is a játék főszereplői mondják, hogy hát ez hogy került ide hirtelen, hogy lett, hát script. Én válaszoltam volna rá viccesen, mert máshogy nem tudott, mert sehol nem volt. Tehát ez csak itt teleportált itt el, mert jó gyors mozgással, amire nem lehet volna képes. Ilyenkor van ember a hajó, ez a hajó. Szóval ez egy kicsit viccesen jött ki. Tipikus script. Amikor pedig pirossal jelzi, akkor az ellenfél fog tüzelni. Ilyenkor tetszett, hogy visszajöttekben le tudunk úgymond hajolni az egész legénységet, utasítani tudjuk, hogy bujon el, hajoljon le, mert lövés érkezik. Ez egy ötletes elem. És látjátok, hogy újabb effekt vált a játék meg részévé, meg részben a script részévé. A viharos szél, eső és viharos légkör, mert szintén nehezíti a támadást, nehezebben látjuk, hogy hol van pontosan az ellenség. Reméletileg ő is nehezebben lát, de ez általában a gép irányítja természetesen nem igaz, csalás érdekében. De esetre látványos és realisztikus akkor is, a mi szempontunkból. Szerencsére a hajunkat nem amortizálták szét teljesen, viszont lett szegény kicsit amortizálva. Későbben ez természetesen meggyógyítható, a szegény hajónk megjavítható, és fejleszthető is van. De a négy váltak sokkal sokkal jobb, hát nem játszottam a négyen, de ott álltam még sokkal sokkal jobb a hajós harc, hajó navigálása, fejlesztése, stb. És sokkal szabadabb, ugyanis itt a háromban az a gond, hogy gyakorlatilag fix küldetésekre tudunk elmenni. Most látjátok a bujást, fix küldetések helyekre tudunk elmenni, és akkor ott is termünk, ennyi volt. Tehát maga az utazás, a felfedezés élménye már kicsit elveszik, mert ezt már nem kell megtenni, gyakorlatilag a bejátszás, bevágás után már ott is vagyunk, ahol kell. Szerencsére mondtam, a hajónk túlélte, bár ez nagyon nem látszik, már azt hinné az ember, hogy szétmegy az egész, de szerencsére túléltük. Hát ez gyakorlatilag még az első próbálkozás, az első felvétel volt a hadihajó flották esetén a játékban, amit én csináltam. Ez is egy kicsit ügyefogyott, és ügyetlen. De esetleg látjátok azt hiszem a lényeget. Amikor nagyon messze van az elsőséges hajó, hát akkor nem egyszerű célozni. Egy kis gyakorlás kell, és akkor utána már egyszerűbben is jobban fog menni, higgyétek el. Most pedig búcsúzom tőletek egy kis zenével. Remélem viszontlátásig. Sziasztok, és jó további szórakozást kívánok az Assassin's Creed 3 hajó hadaihoz, illetve a hajós jó szerencsét kívánok minden kedves játékosnak. Úgyhogy tőletek, sziasztok!